Nekem ahhoz kell türelem, hogy örök nyughatatlanként megértsem, hogy a lelassulás az nem rossz dolog, és hogy az idő az nekünk dolgozik. Köszönjük, amit értünk tesztek. A türelem azt jelenti számunkra, hogy hozzászokjunk azokhoz a megváltozott körülményekhez, amelyekben jelenleg dolgozunk, és hogy legfontosabbként ugyanazt a szintű szolgáltatást tudjuk nyújtani a betegeinknek, mint eddig, nyilván az új szabályoknak megfelelően, valamint hogy egymásra nézve is, illetve egymást kellőképpen is meg tudjuk védeni mindazon veszélyektől és mindazon fertőzéses veszélyektől, amelyek jelenleg elkerülhetőek. Sziasztok! Nekem most a türelem ahhoz kell, hogy felnőjek ahhoz a feladathoz, amit most az élet úgymond kiszabott rám és mindannyiunkra, akiknek gyerekük van, hiszen az online tanulás rejtelmeibe hirtelen belecsöppen gyerekeknek kell vezető, kell tanár, és hát jelen esetben mi vagyunk azok, akik mellettük vagyunk és segítünk, és természetesen megpróbálunk felnőni mi is ehhez a feladathoz, hogy megfelelő tanítójuk lehessünk. Én is ehhez próbálok felnőni, és ehhez türelem kell. De nagyon élvezem, és nagyon sok örömet is tud adni. Úgyhogy kitartás nektek, és reméljük, hogy egyszer vége lesz. Vízálasztó helyzetben vagyunk mindannyian a koronavírus támadásai miatt világszerte. Mindenkinek el kell gondolkoznia azon, hogy mit tehetünk azért, hogy gyógyítsunk. Én orvosként elsődleges szempontok ezt tekintem. Másrangú szempontnak az, hogy gondolkozunk azon, hogy bízunk abban, hogy meggyógyulunk. Mindenkinek bízni kell, és szentül hinnie kell abban, hogy van lehetőség arra, hogy túléljük ezt a rettenetes fertőzést. Patience. Nowadays I need patience to care more, to listen more, to love more, and to help create a better, more loving global society for everyone. Patience is that trait, that characteristic that each and every one of us must have during this time of crisis to assure that there will be a tomorrow for future generations. God bless you all. Nekem a türelem ahhoz kell, hogy apukámat megnyugtassam, hogyha otthon marad, nem lesz baj.